Ha a fenntarthatóság jegyében mondjuk egy évig le kéne mondani valamelyikről, akkor melyikről tudnál könnyebben lemondani? A húsról vagy a kávéról? Egy, kettő, három! A testébresztőtől az önkéntes programig a Coca-Cola HBC 12 fenntarthatósággal kapcsolatos kiemelten fontos területét, kezdeményezését mutatta be 12 interaktív jelenetben a Momentán improvizációs színházi társulat. Interaktívan és kreatívan fogták fel az egészet, és tényleg ott a kollégák és a résztvevők intuíció alapján felállítottak erre egy műsort, ez számomra lenyűgöző volt. Az előadás célja a vállalat elért eredményeinek bemutatása mellett a fenntarthatósággal kapcsolatos edukáció is. Ha az ember elolvas egy jelentést, akkor az tele van számokkal, és elsősorban mondjuk a szakértőknek készül. Az ilyen jellegű feldolgozás egyrészt közelebb hozhatja az emberekhez ezt a témát, másrészt érthetővé teszi egy kicsit, kiragad egyes szeleteket belőle, és mondjuk ezt vicces módon tudja tenni. A vállalatnál csaknem 10 éve rendszeresen elkészül a dokumentum, amely bemutatja a Coca-Cola HBC Magyarország működésével összefüggő lényeges ügyeket. Én is megkaptam az egész fenntarthatósági jelentést, és nyilván azt nem lehet egy előadásba belesűríteni, és nem lehet eljátszani, úgyhogy neki kellett ülni keményen, és ki kellett venni azokat a részeket, amik mondjuk a közönséget is, meg minket is meg tudnak ihletni. Ki az, akinek be kell mutatni a testébresztőt, a Coca-Cola féle testébresztőt? Tegyék fel a kezét, aki még nem hallott róla. Nagyon rendes társaságban. Így került az aktív életmód népszerűsítése kapcsán a pelenka cserélés az olimpiai sportágak közé. Daniela. És így vált a vizes élőhelyek megmentése Daniela segítségével egy tavasbarlangban játszódó jelenetté. Minden területen újítunk, a termékek területén is újítunk, a fejlesztésekben, a gyártás területén is, a kommunikációban az innováció ugyanúgy megvan, és azért ezt a kockázatot vállaljuk, és keressük azokat az új formákat, ahol el tudjuk mondani ezeket a régi formátumokat. A fenntarthatósági jelentés egy olyan felmérés eredményeire épült, amelybe a vállalat dolgozói mellett a külső érintetteket, beszállítókat, kereskedelmi partnereket, civil szervezeteket is bevonták. Az interaktív előadás számukra is tudott újdonságot mutatni. Sokat foglalkozom önkéntes szervezéssel, úgyhogy az nekem így tök érdekes volt hallani, hogy azok a típusú emberek, akik egy ilyen eseményre eljönnek, ők mit tartanak fontosnak. Mi a Coca-Cola HBC-nél új műanyagpalackok, meg a termékőrmenedzsment, vagy sorolhatnék ilyen dolgokat, ez mi a te életedben? A rendhagyó est a többi sikereket, növekedést, értékteremtést, fenntarthatóságot szem előtt tartó vállalat számára is példaértékű. Mindig arra tudjuk egymást sarkalni, hogy egy kicsit jobbak legyünk, hát ha sikerül a versenytársunkon túltenni, és most ebben ők mindenféleképpen túltettek a versenytársaikon, hogy hoztak egy ilyen innovatív megoldást, hogy hogyan tudják bemutatni a tevékenységüket. Magyarország első színházi fenntarthatósági előadását harmadik alkalommal is teltház előtt játszotta a társulat.